10 nap anyu nélkül 2. Szülőnek lenni nem éppen könnyű feladat, rengeteg energiát emészt fel. Most már Antoine is tisztában van ezzel, aki az első rész óta becsületesen kiveszi a részét az otthoni teendőkből, ameddig felesége, Isabel ügyvédi karrierjét építgeti. Remek lehetőségnek kínálkozik egy 10 napos családi nyaralás a hegyekben, hogy egy picit kiszakadjanak a hétköznapi pörgésből. Viszont amikor Isabelnek az utolsó pillanatban halaszthatatlan feladat jön közbe, Antoine kénytelen egyedül elutazni 4 gyermekükkel a már befizetett nyaralásra. Viszont így azzal is tisztában van, hogy szó sem lesz kikapcsolódásról. Vécére kell vennem. Jön. Apu, Arthur kisbabának nincs! Apu, ez nem megy, segíts! Mintha letérnék a pályáról. Hogy megy a síelés? Elboldogulok. Látom, a síelést nem neked találták ki. Motoros szánnal könnyebb bánni. Azt hittem, eltévedtél az erdőben. Á, de hogy is hülyéskedsz. Levágtam az utat. Világos. Ne! Állj meg, Joseph! Kérsz rá kenőcsöt? Besakoltam. Egész hálónap csak engem sivattok. Apa! Pipikém már! Intézd a dolgodat! A francba! Kuksi! Kivert kutyák. A kutya az ember legjobb barátja, ez pár száz éve köztudott. De mi van akkor, amikor az ember nem éppen jó barátja a kutyának? Reggie-t, az optimista border terriert egy napon magára hagyja a gazdája. Az Ebb megvan arról győződve, hogy csak valami félreértés lehet az oka, ezért elindul haza. Ám útközben találkozik Bogárral, a szabad szellemű Boston terrierrel, aki rávilágít pár apró részletre, amiután Reggie elkezdi más szemmel nézni addigi biztonságosnak hitt életét. A szereplőknek eredeti nyelven olyan sztárok kölcsönözték hangjukat, mint Jamie Foxx, illetve Will Ferrell. Úgy higgyed el, kölyök, ez kipicsázott. Nem, az nem lehet. Most már hivatalosan is kóbor vagy. De akkor... Doug nem is szeret. Szegény kis krapek. Nekem kéne beszélnem vele, terápiás kutya vagyok. Reg, most megtanulhatod, milyen gyönyörű póláz nélkül élni. Egyszer a sörtől szédelgek. Na majd itt fogunk rendesen beszédülni. De jól érzem magam. Nézd már itt a gyereket. Kell valami, öcsi? Hely, itt a kis csicska haverja és a bodorított sérójával. Mit dumál ez itt? Adjál neki, Reg! Nem szívem, ha bedurvul az itó. Ha kóbor vagy, azt csinálhatsz, amit csak akarsz. Visszamegyek Doughoz. Mi van? Ne baszd már! És leharapom a pöcsét. Várjunk, azt mondta, leharapja a... Ja, még be vagyok nyomva, de... Azt mondtam, leharapom a pöcsét. Ó, oh, rendesen oda baszunk. Idén. Ma nagy nap van. Kupákoltál már valaha? Azt így nem mondanám konkrétan. Az igen, Reg. Jól talán? Mondd a törpének, ki az a puci. Szia, törpe. Az apád vagyok. Jó, hogy végre találkozunk. Reggie! Még ha ilyen furcsa körülmények közt is. Reggie! Tök eltévedtünk, és a puha pici placi most már rohadtul fáj. Hogy lehetne még rosszabb a helyzet? Kapaszodni még! Ez mi a sasam? Srácok, le kell harapnunk ezt a pöcsöt. Kivert kutyák. Ezek meg mik? Kajának tűnik. Hű, pakel, hol egy pillanat? Másképp nézel ki. Banyek, te is másképp festesz. Hogy az ember kezem miatt? Hamarosan a mozikban.